Szükség lesz rá, mindjárt mondom, hogy miért, addig mondjuk választ ki az egyiket, amelyik jobban tetszik, és azzal gyakorolj. Itt most beleugrottam, ez a kettes egyensúlyi pont, a penge szántani, mértani fele. Ilyen, tehát 80 centi, 40-nél. Mert optikailag máshol van a fele egyébként, ugye lent szélesebb egy kicsit, mint fönt. És akkor emiatt 40 centi, és a felénél olyan, mint a föltámasztanák, ha otthon egyedül vagy, de van egy széked, akkor így tudod rajta forgatni, nem kopik ki. És akkor ez két kúp. Én gúlát szoktam mondani, mert a kúpot az, azt gondolom, hogy seggembe szokták nyomni gyerekkoromba. Nekem az a kúp, de annak nincs köze ahhoz a kúphoz, mert más alakú. Nem, más alakú. Hát ez ilyen kapszula formájú volt. Mint egy C-vitamin. Másik. Ez, ahogy hallottam a bölcsességet, ez olyan, mint a piramisnak az alja, hogy 10, azért 10, mert a 10 csak egyel és önmagával osztható, és akkor erre jött a kérdés, miért a 9 az nem? Menjél tovább! Ez csak egy ilyen mém akart lenni. Sikerült! Oké. Okay. Hát nézd a pólójára, és akkor... Ja, az lazán van, azt hittem, hogy ilyen. De másik kézzel. És ami miért itt szabja van a kezembe, és el akarom mondani, hogy ha megnézed a karnak, csinálsz közben a gyakorlatot, közben meg tudod nézni, hogy itt van egy ere, ami magasabban van, tehát kicsit kúpos a penge. Tehát, hogy ilyen, és középen van a kiemelkedés, mind a két oldalán. Jó? Erre egy csomó magyarázat van, talán látszik így is. Itt van egy ér benne, lehet azt mondani, hogy vastagít vagy merevít, de elég rugalmas, majd előbb-utóbb végére érünk az összes sztorinak, de hogy ezen a tengelyen, vagy húron, vagy gerincen vannak rajta ezek az egyensúlyi pontok, így mutatom, mert akkor így látszik. Ezeken dolgozunk. Mi úgy tanultuk annak idején, hogy ezen a szabján ez nincs meg, aztán amikor elkezdtük forgatni, én mondtam már eleve, hogy van, mert én ilyen vagyok, ha így összekötöd, ennek is van egy gerince itt, és nagyjából pont oda jön le, mint az egyes egyensúlyi pont, 2 centivel a hegye alá. Ugyanúgy lehet az összeset forgatni, tehát ha nincs nálad kardeszköz, csak szabja, akkor ezeket a mozdulatokat végig tudod vecsönni. A kardformát nem, mert ott fontos, hogy szimmetrikus penge legyen. A karddal a szabja formát végig lehet csinálni, a szabjával a kardformát azt nem, mert egy csomószor pont fordítva fog kijönni a vágás. Tehát nem a szabja élével, hanem a viszájával. De az alapgyakorlatokat a szabjával végig lehet csinálni. Az egyessel, a kettessel, hát a hármassal itt nem szoktuk, és a tekerést is, ami a ketteshez tart. Ugyanígy megvan benne ez a gerinc, bár itt ez adná ki a gerincet, de a pengek, tehát ez adná ki a gerincet, de a pengek között ez ugyanígy kiadja. Néha azt mondják, hogy ez nem szabja, hanem hanjár. Hanjár, én meg szoktam mondani, hajjámá. Így. És akkor, hogy ez nem kínai, hanem török fegyver. Állítólag még a rómaiak is elmentek a nagyfalit, meg talán még Nagy Sándor is. Hát lehet, hogy a törökök is voltak ott, szóval bármi lehet. A kínaiak meg mindent begyűjtöttek, ami jó volt, vagy azért, mert tetszett nekik, vagy mert ott felejtette az ellenség, amikor visszavonult. Bármi is előfordulhat. Úgyhogy így lehet a szabjával is ezeket gyakorolni. Az alapmozdulatokat, vágásokat azt mindig mind a két kézzel csináljuk, és mondanám azt, hogy szabjával kívül és belül is
meg tudod csinálni, hogy a penge néz kifelé, meg befelé. A befelé az mindig a test középvonala felé van, a kifelé az a test középvonalától van. Tehát ha így nézed ez a test középvonala, akkor most a szabja hátulja néz a középvonal felé, de az élének kell oda. És akkor így tudod gyakorolni mind a két kézzel az összes alapvágást. Oké. Ez egy.